Június 22-én, kedden köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Mai adásunkban sportmagazinunkat láthatják, előtte napi aktuál című rovatunk jelentkezik friss hírekkel, történésekkel. Tartsanak ma is a Szentes Televízióval, már is kezdünk, most már nem menjenek túl messzire. Mindenki itt van, senki más. Úgy táncolok, ahogy én akarok, és észreveszem azt a pillanatot, mikor életre kelt a táj, életre kelt a táj. Feráz a levegő, és elsodor a szív. Ott járunk, mindahol nem kell térkép. Magyarország. Életre kelt a táj. Ez már a Szentes Televízió napi aktuál című rovata a tartalomból. Dr. Szalai Róbert Zsolt volt vendégünk egy limonádi mellett, aki nemrég summa cum laude végzett az egyetemen, többek között erről is beszélgettünk vele. Következzen a beszélgetés. Évekkel ezelőtt arra emlékszem, hogy Szentes városában volt egy fiatal ember, aki először az általános iskolában hívta fel magára a figyelmet, elsősorban a kiváló tanulmányi eredményeivel, és azzal, hogy éles véleményt fogalmazott meg, hiszen érdekelte a külvilág, érdekelte a környezete és érdekelte a közélet. Majd középiskolában is gyorsan a pedagógusok kedvence lett, hiszen kiváló eredményével, kiszámíthatóságával, előzékenységével és alázatával szeretett mindent megtenni annak érdekében, hogy a közösség is jó legyen. És ahogy telt az idő, azt olvastam minap a közösségi oldalon, hogy summa cum laude diplomát szerzett dr. Szalai Róbert Zsolt. Köszönöm, hogy elfogadtad, vagy elfogadta a meghívásunkat. És valóban úgy emlékszünk szerintem sokan rád, hogy a városi ünnepségeken, a pedagógus ünnepségeken mindig volt egy jó szód, egy kedves mű, amit előadtál, amit megköszöntél. Tényleg ragyogtál ebben a városban, és pikpak, most itt tartunk, hogy kiváló eredménnyel is diplomáztál. Először kérlek, mesélj arról, hogy az elmúlt években ez a tanulmány hogyan indult, hogyan vette kezdetét ez az út, ami azért várható volt szerintem az elmúlt években sokak számára, hogy ezt az eredményt hozd. Először is nagyon köszönöm ezeket a kedves szavakat. Teljesen meghatódtam, mostanában már többször meghatódtam azon, hogy mennyi embertől milyen szeretetet kapok, és ennek tényleg Szentes és Csongrád a magja ennek a szeretetnek, ezért mindig itt lesz a gyökerem, és minden másom, mert ezt a fajta szeretetet máshol nem kapom meg, ahogyan majd a nézőknek is meg szeretném ezt köszönni, hiszen onnan is rengetegen vannak olyanok, akik végig támogattak, és akiktől a leggyönyörűbb szavakat kaptam, én is, szüleim is. Ezt mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy ez mennyit jelentett, és ez általában véve is egy embernek mennyit jelent, hogy a saját pátriája ilyen mértékben tudja támogatni, és nagyon érdekes volt, ahogyan felemlítetted ezeket az ünnepségeket. Azt lehet, hogy korrigálnám, hogy én voltam a pedagógusok kedvence, ezt lehet, hogy néhány... Ez jó értelemben mondtam. Igen, de lehet, hogy néhány pedagógustól meg lehetne kérdezni, hogy a folyamatos óra alatti beszélésemet mennyire szerették például. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ezt mindenki szerette. Az viszont vitathatatlan, hogy én bizonyosan legtöbbüket tényleg nagyon szerettem, és utólag még inkább szeretem őket, az az igazság. Most történt, mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, hogy volt osztályfőnökömmel találkoztam az utcán, aki már megkeresett a gratulációjával korábban is, és ezek elképesztő dolgok, hogy ennyi év után így tudnak működni a dolgok, és ő is például egy fantasztikus pedagógus volt, és annyi ilyen fantasztikus pedagógus kövezte végig az utamat, akiknek a családom mellett köszönhetem ezeket, és rájuk is sokszor gondoltam egyébként, mert az egyetemen már kevesebb fantasztikus pedagógussal találkoztam, hogy őszinte legyek. Találkoztam, és nagyon soknak nagyon hálás vagyok. Pont tegnap vetettem számot vele, hogy hány olyan egyetemi tanár volt, aki meghatározta a jelenlegi érdeklődésemet.
Viszont ez bizonyos, hogy a gimnáziumi általános iskolai pedagógusok még inkább formáltak, és még inkább itt voltak velem, és végig, és utólag kapott értelmet nagyon sok minden, ami akkor nem kapott értelmet. A fegyelem, a tanulás, amit meg kellett tanulnom. Amikor még ide jártam gimnáziumba, akkor nem voltam a tanulásnak a mintája. Jóformán semmit nem tanultam, hogy őszinték legyünk. És akkor még úgy éreztem, hogy lehetett, és tényleg még a középiskolában lehetett azzal, hogyha az ember figyel órán és érdeklődik, akkor a matematikán kívül ugye a legtöbb dolgot az ember magára tudja szívni. Erre rá kellett jönnöm az ELTE jogi karán, hogy ez a jellegű érdeklődés, ez jó, de nem elég. Ez egy nagyon jó kezdés, ha az embernek van érdeklődése, de nem elég. És ott egyébként nehéz volt az első év. Az, aki soha életében nem tanult, és rá kellett jönnie, hogy bocsánat, ez egy olyan világ, ahol 16 órát kell ülni egy nap alatt, és nincs hétvége, és nincs nappal. Azt nekem nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz betörni valakit, aki nem volt korábban betörve, mert itt inkább szeretetet kaptam. Próbáltak természetesen betörni a szó jó értelmében, de az egyetemen már nem feltétlenül csak jó értelmű betöréssel találkoztam, és ilyenkor nagyon sokszor eszembe jutottak pedagógusaimnak a szavai, hogy tényleg mennyire jobb lett volna akkor megtanulni, mennyivel jobb lett volna akkor megtanulnom befogni a számot, amikor be kell fogni az embernek a száját, de ezeket meg kellett tanulnom, és néha a felvezetődre visszatérve nem volt számomra olyan egyértelmű, hogy ennek ilyen relatíve sikeresen vége lesz, egyáltalán, hogy vége lesz, másrészt, hogy jó kifutással lesz vége, mert nagyon sokszor meg kellett vívnom ezzel a belső személyemmel, amit mindig hagyta kibontakozni. És minden tanárom és a szüleim, akiknek elképesztő módon köszönöm azt, hogy mindig meghagyták nekem a választás lehetőségét, hogy ki szeretnék lenni. Ez fontos nagyon. Teljesen. Azokat az értékeket kaptam meg tőlük és a tanároktól is, amik mentén a saját világomat és a saját világnézetemet ki tudtam alakítani, és ezért mindig nagyon hálás leszek, viszont ez egészen egyszerűen 2016-ban, amikor a jogi karra kerültem, ez mindennel ütközött, ami én voltam, az autonómiával, a saját döntésekkel, a szabad világommal. Ez mindenről között, és ezért nem volt mindig olyan egyértelmű, de ragyog az ember, ahogy te is mondtad, és most még inkább ragyogok, mert egy ragyogó városban vagyok, ragyogó az idő, tényleg ragyogóak az emberek. Én tudom, hogy Szentesen is, Csongrádon is mindenki azt hiszi magáról, hogy itt nem kedvesek az emberek, de itt nagyon kedvesek az emberek. Magyarországon is kedvesek az emberek. Nem szeretem ezeket a sztereotípiákat, főleg akkor, amikor magunkat utáljuk, vagy magunkkal szemben próbálunk meg generálni nem létező, hát nem is tudom, jellemzőket, amik tényleg nem jellemzők, meg más országban sem kedvesek az emberek, kedvesebbek, sőt. De akkor azt mondod, hogy te esélyt adsz végül is. Van egy pozitív szemléleted, és te esélyt adsz másoknak, esélyt adsz a városodnak, esélyt adsz az országodnak. Tulajdonképpen ő adott nekem esélyt. Szentesről indult minden. Én legfeljebb ezt a bizalmat köszönöm meg azzal, hogy mindig itt szeretnék lenni, én Szentesnek mindig része szeretnék lenni, és egyébként Csongrádnak ez is. Nagyon érdekes egyébként, mert ugye pont kérdeztem, hogy mennyire furcsa itt lenni egy nagyvárosi lét után, ugye sok-sok tanulás után, egy megszokott életritmus után, és azt mondtad, hogy bármikor visszaköltöznél és visszajönnél. Bármikor. Én Szentest elképesztő módon szeretem. Tényleg teljes szívemből. Ezek nem lózungok, és nem nagy dolgokat akarok mondani feltétlenül, ezek tényleg így vannak, és egyébként Csongrádon is otthon érzem magam. Csongrád, Szentes, ez az Észak-Csongrád megyei rész, ez teljesen az én világom, és akárhányszor 5 év után megérkezek itthonra, szerencsére sosem szakadtam el sok időre. Hétvégente, két hétvégente mindig megérkeztem Szentesre, és mindig itt voltam anyáikkal, és mindig jártam az utcákat, és innen nem lehet kiszakadni, amikor átjövünk a megye határon, Gátér után, Gátér és Csongrád között, szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki ismeri ezt az érzést, amikor megdobban az ember szíve. Most már még jobban megdobban az ember szíve, miután Csongrád Csanád megye vár a táblán felirattal. Innentől jön az én hazám. Pestet is nagyon szeretem, hiszen ez az országom. Elsősorban Magyarországhoz kötődöm, és nem is Magyarországhoz, hanem a Kárpát-medence magyarságához. Ez az első. Hiszem, hogy ezek a határok, ezek nem jelentenek semmit a lelkünkben, maximum politikai értelemben, de egyébként talán ott is egyre kevésbé. Ezek léteznek, de ennek ellenére ez a fő pátria.
Azon belül viszont, hogy imádja az ember Budapestet is minden hátrányával, amelyek egyébként Szentesen nincsenek meg, tehát Szentes szerintem tud versenyezni Budapesttel minden szempontból, és az, hogy mennyire élhető egy város, azt szerintem Szentes megnyeri. Ezzel lehet, hogy nem osztja mindenki a véleményemet. Én osztom a saját véleményemet. Nem tudom más, mit gondol, majd ezt mindenki, aki meghallgatja magában, végig gondolja, hogy osztja el. De itt dobban meg az ember szíve, amikor megérkezünk. És mindig ezt az esélyt szeretném ennek a városnak, Csongrádnak, és a környező településeknek megköszönni, ahol folyamatosan éltem az életemet, ahonnan mindenhol van egy ismerősünk, ahogy Szegváron, Mindszenten, Fábiánsebestyén, Eperjes, Tömörkény, Csanytelek, ez az élet, és mindig ez marad, illetőleg még Makót is említeném, hiszen én Makón születtem, ami véletlenek folytán történt, és valójában nincs kötődésem Makóhoz, lelki viszont már van. Én tényleg teljesen tőzsgyökeres Csongrád megyének tartom magam, és ez a megye adta meg nekem az esélyt, és én ennek a megyének szeretném visszaadni azt, amit kaptam. Ezért bármikor, ha tudok ezért a térségért bármit tenni, akkor én itt termek és itt leszek, és hogyha úgy hozza az élet, nem fogok sírni, hogyha itt találom meg az életet. Olyan magas labdát dobtál most, amit mindenféleképpen ki kell használnom. Azt mondod, hogy szeretnél tenni. Az nyilván köztudott volt, amikor itt is éltél, hogy a környezeted, ahogy említettem, a közélet mindig foglalkoztatott, szerettél napra kész lenni, érdeklődő voltál, és ilyen irányban is tájékozottál napi szinten. Itt egy diploma. Hogyan tovább? És hogy ez az egyetemen hogyan nyílt ki ez a közéleti érdeklődés? Ez egy nagyon komplex és tényleg nagyon nehéz kérdés. Veszélyes ilyen magas labdákat dobálni, úgy tűnik, főleg lecsapni. De igen, hogy hogyan tovább, ez egy nagyon, nagyon nehéz és nagyon jó kérdés. Jelenleg több opcióm van, amerre indulhatnék. Ráadásul több jogág területén. Engem főleg a uniónak a gazdasági joga, azon belül is az állami támogatások joga érdekel. Több mint egy évig így dolgoztam gyakornokként a Magyar Fejlesztési Banknak az uniós jogi osztályán, és ott beleláttam a sűrejébe, szépségébe, nehézségébe. Viszont, hogy hogyan lehet összekapcsolni azt, hogy tegyek is a környezetemért valamit, és ne csupán egy egocentrikus középpontként itt forogjak, mint amikor régebben úgy gondolták a geocentrikus elmélet szerint, hogy minden a föld körül forog, nem forog minden körülöttem. Egészen egyszerűen ezeket a dolgokat vissza kell adni, és az állami támogatások jogával kapcsolatban éreztem úgy minden döntésemnél, és minden tanulásomnál és minden információnál, amit elkaptam, hogy ez az országot segíti. Amikor harcolunk valamiért, hogy az majd később a bizottságon, az unióban át tudjon csúszni, és lehet, hogy kis halaknak tűnünk sok mindenben, de ez kellett, és főleg a koronavírus válság kapcsán, amit egyrészt helytáltak az egészségügyi dolgozók, ők álltak helyt elsősorban, és elképesztő, amit letettek az asztal, és elképesztő, ahogyan ezt az országot megmentették, és itt voltak nekünk. Mi pedig ilyen másodhegedűsként próbáltuk segíteni a gazdasági részét, és az, hogy pont ilyen helyzetben váltam gyakornokká, és pontosan ebben tudtam részt venni, hogy jelenleg könnyített helyzetben kiadható állami források tekintetében, hiszen a bizottság is könnyített ezeknek a kiadásán az átmeneti közleményével, hogy abban én segítkezhettem, hogy programokat felépítsünk, és hogy ez milliárdos nagyságrendben folyhasson ki a gazdaságba, ezt sosem fogom elfelejteni, és azt, hogy ebben részem volt. Ezért ez nekem nagyon fontos, mert ezzel tudtam tenni Budapestért, tudtam tenni Szentesért, Csongrádért, remélem a magam kicsi részén. Nagyon kicsi dolgot tesz hozzá az ember, de ha mindenki hozzáteszi azt a kicsi részét, és nem a saját pecsenyéjét sütögeti mindig, akkor ezt el lehet érni. Ezért mindenképpen ez egy opció, amiben talán szeretnék maradni. Most egy nagyon kicsi ideig gondolkozom azon, hogy mi a következő lépés, és hogyan lehet összeegyeztetni a nagyon sokat dolgozom, és nagyon sokat szeretnék lenni majd a családommal című kérdést, a jelenlegi családommal is, és a még nem jelenlegi családommal, amelyet viszont tervezek, és mindig nagy családban szerettem volna élni. Ezért ezeket össze kell egyeztetni, és ez nehéz lesz. De a karrier szempontjából mindenképpen az lesz az elsődleges, megosztott helyen, hogy az ország haszna is legyen, és a családommal is tudjak időt tölteni, mert végső soron az is az ország haszna lesz, hiszen majd olyan gyermeket szeretnék ennek az országnak adni, aki majd a saját kis dolgát, amit az apja adott az országnak, azt is megpróbálja majd ennek az országnak és ennek az egyébként hálás közösségnek visszaadni.
és ez nagyon fontos. Ezért tényleg olyan pályákon gondolkozom, amiben ezt elő tudom mozdítani. Nem tudom elképzelni azt, hogy öncélúan olyan jogterületen ügyvédkedjek, ahol olyan emberek érdekében járjak el, akikkel nem feltétlen értek egyet. Ez is kell, hiszen egyébként a jogrendszernek az összetartó ereje az, hogy mindenki egy részét kiveszi belőle, és igenis, a vádlottnak szüksége van hatékony védelemre, és egy ügyvéd attól nem lesz gerinctelen, és nem lesz lenézendő, mert a közösség számára úgymond bűnözőt véd, hiszen senki nem bűnöző addig, amíg azt a bíróság ki nem mondta, és hány megalapozatlan rossz ítélet született régebben, amikor végül kiderült, vagy másodfokon, vagy már egy perújítás során, hogy rossz ítélet született és ártatlan volt. Ezeknek az embereknek nagyon fontos, hogy hatékony jogvédelmet biztosítsunk. Viszont én nem tudnám minden pillanatban ezt átéléssel csinálni. Bocsánat, zárójelbe, az egyetem nem tudta akkor behatárolni azt a teljes mértékben azt a nagy autonómiát. Nem, teljesen nem. És bár látom azt, hogy mennyire fontos az, hogy nem szabad ilyen elhamarkodott kijelentéseket tenni, amit nagyon sokszor hallok televízióban és közösségi médiában, és hogy valaki bűnözőket véd, ez egészen egyszerűen nem így van, és tényleg mindenkinek joga van a hatékony védelemhez, és ott pedig a bíróság jön képbe, és az ügyészség, akik az ügyészség indítványára egészen egyszerűen a bírónak kell egy felelősségteljes döntést hoznia, hogy ő tényleg megkapta ez az illető a hatékony jogvédelmet, és végén a magyar állam autoritását képviselve, egy mindenkire nézve, és leginkább őt érintő döntést hozni, amelyet nem lehet megkérdőjelezni senki által. És esetleg egy ilyen pályát tudnék még elképzelni, ahol a magyar állam nevében, a magyar államért és a magyar népért, tényleg a közösségemért tudnék dolgozni, és ott tudnék a mindennapi normákra hatni, például akár bíróként, akár ügyészként, ahol tényleg úgy érzem, hogy Magyarországot tudom képviselni, és Magyarországnak a közrendjét, az államrendjét, azért, hogy mindenkinek jó legyen, hogy Szentes ugyanilyen jó legyen, és Szentes még jobb legyen, és tényleg illuzórikus, de hogy a világ egy kicsit még jobb legyen. Talán, és ehhez az kell, hogy olyan pályát válasszak ebben a rövid gondolkodási időmben a lehetőségek közül, amelyekkel ezt el tudom érni Szentesen, vagy egyelőre Budapesten. Ezek változhatnak bármelyik pillanatban, nagyon szívesen megérkezek Szentesre, hogyha úgy hozza a sors, a magánélet, a munka, és itt is van egy gyönyörű bíróságunk, és itt is van ügyészség, és itt is van nagyon sok minden tennivaló, akár ügyvédként is, akár bármivel kapcsolatban, de hogyha Budapesten maradok egy darabig, vagy végig, nem lehet tudni, akkor viszont olyan munkát kell választanom, ami Budapestről, Szentesre, Csongrádra, Tömörkényre, Fábiánsebestyénre is hat, és az állami támogatások joga példának okáért mindenképpen ilyen, ami mindenkire hat, hogy ennek a közösségnek visszaadhassam azt, amit kaptam, mert erről szól az élet valahol. Tudod, mi jutott eszembe most, hogy én mindig azt gondoltam, hogy nem csak egy, de akár két évtizeddel is megelőzte mindig a gondolkodásod, meg a komolyságod, a korodat már általános középiskolában is. Volt időd fiatalnak lenni? Szerintem most is pont arra van időm egyébként. Én őszintén szólva megdöbbentem, amikor rájöttem arra a pillanatra, hogy nekem innentől kezdve két betű egy ponttal a nevem elé fog beékelődni, és egyszerűen... Még a Facebookon nem javítottad képét. Nem is fogom. Nem? Isten ments. Sokan büszkék rá is átjavítják. Én magára arra büszke vagyok, hogy ezt az 5 évet sikerült megtenni, és majd akkor legyek rá büszke, amikor ezt kamatoztattam és tettem. Egyelőre egy egyetem, egy jó egyetem, egy népszerű egyetem, de pár oktató a nevem elé helyezett két betűt egy ponttal, ez nem jelenti azt, hogy az emberektől megkaptam ennek a legitimitását. Édesapámnak van egy nagyon jó mondása, és orvosként mondhatja, mindig azt szokta mondani, és mindig erre figyelmeztetett, hogy attól, hogy valaki doktor, még lehet jó ember. Én ezt mindenképpen követem, ezt a mondást, ugyanis az ember nagyon könnyen el tudja veszíteni a talajt a lábbal, és nagyon könnyen, nagyon gyorsan nagy embernek tudja képzelni magát. Nem. Nálam ebben a városban, a városnak a 95%-a egyelőre többet tett az országért, mint én. Én büszke vagyok arra, és nagyon hálás vagyok az egyetemnek, szüleimnek és tanáraimnak, hogy ezt a DR pontot a nevem elé tehetem majd, de ez mit jelent? Emögött még semmi sincs.
ez egy lehetőség arra, hogy legyen valami mögötte. Úgyhogy nem fogom kijavítani a Facebookon ezt a jellegű nevet, amikor kell, akkor természetesen használni fogom, hiszen olyan munkakörben szeretnék. Tehát büszkének kell lenni. De egyébként megvan a büszkeség, de azt szeretném, hogy mások legyenek rám büszkék, és azt tudják mondani, hogy igen, megérdemli, hogy ott legyen a neve előtt ez. Sokaknál szerintem megkérdőjelezhető, hogy társadalmilag megérdemli-e, hogy a neve előtt lehet a DR, mert ez társadalmi felelősséggel jár. Az a helyzet. Nem azért adják a DR pontot az ember neve elé, hogy önkielégülten azt tudja mondani, hogy nagyon jó, akkor most már DR vagyok, ide nekem a világot, és én mindenkinek megmondom, hogy merre hány méter. Nem. Most kell kinyitni a füleket, és most kell megfigyelni a többiektől azt, hogy nekem legyen merre hány méter. Amikor egy orvos megkapja a diplomáját, ő nem azért lesz orvos, hogy utána a betegeket igazgassa, hogy ki merre, hanem azért lesz orvos, ezt édesapámnál is látom, édesanyám is, mindenki ebben a körben mozog. Onnantól kezdve az lesz a feladata, hogy azért a betegért mindent megtegyen, és a szolgálatába álljon. Nem szabad összetéveszteni azt, hogy ki szolgál kit. Én fogom szolgálni ennek az országnak az érdekét, és ehhez kaptam egy eszközt. Úgyhogy ez tényleg egy nagy dolog, és nagyon büszke vagyok rá, de ez egy ugródeszka, amit innentől kezdve tudok használni, és ezt fel tudom arra használni, hogy mindenkinek jó legyen. De egyelőre ez egy furcsa érzés, és hogy válaszoljak a kérdésre, hogy van-e idő gyereknek lenni, én pontosan ezért érzem furcsán magam ettől a DR ponttól majd a nevem előtt, hiszen én tulajdonképpen egy gyerek vagyok, most ezek 24 éves. Nem érzem azt, hogy én egyelőre doktor lennék. Tényleg, majd, hogyha 10 éve már, és azt mondják az emberek, hogy megérdemli, tényleg tett értünk, tényleg megérdemelte, akkor esetleg, de most én gyerek vagyok, és egyébként végig gyerek voltam, csak más preferenciákkal. Én a térképeket szerettem bújni, de ugyanolyan elánnal, mint hogyha valaki építőkockát, vagy legót szeretem. Egyébként az építőkockát is nagyon szeretem, sőt, mostanáig szeretek egyébként építőkockát összerakni. Tényleg csak arról szól a dolog, hogy mi számít gyerekes programnak, vagy mi számít gyerekszórakozásnak. Én világéletemben ezt szerettem, világéletemben a térképeket szerettem. Most végre van időm arra ugyanígy, hogy térképeket bújjak, az utolsó afrikai kis falvakat is kibogarásszam a térképről. Másnak ez gyerekes lesz. Másnak lehet az is gyerekes, hogy imádom a villamosokat vagy a vonatokat nézni. Gyakorlatilag gyerek marad az ember a lelkében, amellett komolyodik és fontos dolgokat kell tennie. Fontos megtartani. Repül az idő, de még egyre úgy kíváncsi lennék, hogy ez a sok tanulás, a mindennapi éjszakai kötöttségek után most hogyan fog telni ez a nyár? Hogyan fogsz pihenni, kikapcsolódni igazán? Reményeim szerint sehogy egyébként, és nagyon remélem, hogy a pihenést is aktívvá tudom tenni. Most egyértelműen kitűztem magam elé célul, hogy ebben a pillanatban a jogosítványomat el kell kezdenem csinálni. Eddig nem volt rá lehetőség, mert félgőzzel nem szeretek dolgokat csinálni. Az úgy nem működik, hogy az egyetemet is félig csinálom, és a jogosítványt is, és akkor lesz belőlem egy rossz jogász, és lesz belőlem egy veszélyes sofőr, aki majd pontosan azokat fogja veszélyeztetni, akiknek segíteni akarnék, és akiket meg szeretnék menteni majd később. Ez így nem működik. Lezártam az életemnek egy szakaszát, most jön egy másik, és ebben a jogosítvány egy fő kérdés lesz, illetőleg újra elkezdhetek futni, újra elkezdhetek edzeni, hogyha úgy tetszik. Mindent megtehetek újra, ami kiesett ebben az időben, kirándulni, felfedezni Magyarországot. Az utóbbi időben, miután a vizsgáknak vége lett, pár ikonikus magyar helyre sikerült eljutni. Én mindig úgy gondoltam, hogy nagyon jó dolog eljutni a Bermudákra, és nagyon jó eljutni a Maldív-szigetekre. De biztos-e, hogy mindenki, aki a Maldív-szigetekre eljutott, volt már Hollókőn? Vagy volt már a Kékestetőn, vagy Tihanyban? Amíg nem, addig szerintem menjünk el Hollókőre, és nézzük meg, hogy ott milyen értékek vannak. Ugye ez vár rám. Fel kell fedezni még jobban Magyarországot, fel kell fedezni még jobban egymásnak a lelkét, a magyarságnak a lelkét, ezt meg kell találni, ezen dolgozni kell, és ebben része van Hollókőnek, része van Szentesnek, ahogy itt ülünk, és ez lesz a feladatom és a jogosítvánnyal. Biztos, hogy nem fogok filmeket nézve ücsörögni egy helyen, mert akkor nem fogunk előre haladni, és ugyanazt fogunk taporodni. Több is, ezt meg kell mutatni, és ennek élni kell. Hát köszönöm szépen, hogy vállaltad a beszélgetést, és kívánunk további sok szép sikert neked, és hogy éld meg ezeket a pillanatokat úgy, ahogyan az rád jellemző. Köszönöm még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ezzel napi aktuál című rovatunk végére értünk. A reklám után sportmagazinunkkal várjuk vissza Önöket, maradjanak velünk!
Védje növényeit biológiai úton az Árpád Biokontroll 2003 Kft. Termékeivel és szakmai segítségével. Különböző kultúrákban, különféle károsítók ellen. Alkalmazzon poszméheket a kiváló terméskötődés és minőség elérése érdekében. Válassza a minőséget, termesszen egészséges árut. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnya is imogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Redfree korlátlan belföldi mobilnettel. Az első 10 hónapban 8990 forint helyett most havi 6990 forintért. Különleges ajánlat meghosszabbítva június 30-ig. Together we can. Vodafone. Ez már a Szentes Televízió sportmagazinja, eheti műsorunk tartalmából. Idén is várja az érdeklődőket a Szentesvárosi Úszóklub a nyári táborokba. A dr. Papp László városi sportcsarnokban rendezte meg a Kisbálint Kötélugró Sportegyesület a Kötélugró Országos Csapatbajnokságot. A Szentesi Széchenyi Ligetben beszélgettünk Vakol György, nyugdíjas katonatiszttel. Lássuk a részleteket! Több turnusban minden héten tart nyári tábort a Szentesvárosi Úszóklub a dr. Rébéli Szabó József városi sportuszodában. Ezen a héten nagyon sok gyermek vesz részt a legkisebbektől egészen az ifjúsági korosztályig. Felkészülés, kikapcsolódás, feltöltődés és jókedv. Ez jellemzi ezt a tábort, fogalmazott dr. Rébéli Szabóné Vince Edit vezetőedző. Nagyon úgy tűnik, hogy a Covid-járványnak a végén vagyunk, és ez már itt látszódik mögöttünk a háttérben is, hiszen ismételten idén is megrendezi táborát a Szentesvárosi Úszóklub. Több turnusban minden héten lesznek táborok. Mit kell tudnunk erről a heti táborról? Hány gyerek van itt? Duplán vagyunk, mert párhuzamosan folyik az edzőtábor és az úszótábor is. Tehát az úszótáborunkban is szép számmal vannak gyerekek, és mellette megy az edzőtáborunk, ami a korosztályos bajnokságokra való felkészülést segíti. Hány gyerek van itt, és milyen korosztályokat foglalkoztat az úszóklub? Hát az edzőtáborban 40 gyerek van. Ők készülnek ugye a korosztályos bajnokságokra, a legkisebbek a béka korosztályúak, és a legnagyobbak a serdülő korosztályúak, tehát az azt jelenti, hogy 7 évestől 16 éves korig vannak itt gyerekek. Az úszótáborban pedig hát 4 éves kortól veszünk be gyerekeket, tehát értelemszerűen 4 éves kortól vannak. A nagyobbaknál már ez nem annyira népszerű, a serdülőkorúaknál, tehát inkább a kisgyerekeknél, és inkább az úszás tanulásra van kihegyezve ez az úszótábor, illetve arra, hogy a meglévő úszótechnikát a kisebbeknél még javítsuk. Ha jól tudom, akkor itt a mögöttünk lévő pályákon úszók nemrégiben egy szép eredményt értek el Szegeden. Mit kell erről a versenyről tudni? Igen, Szegeden voltunk a hétvégén az úszodalható úszóversenyen, egy nagyon impozáns, gyönyörű úszodában, ahol 47 egyesület volt, és a klubunk a második helyet szerezte meg a pontversenyben, 60 érmet nyertünk. Nem is tudom felsorolni, hogy ki hány érmet nyert, és ami a különlegesség ennek a versenynek, a gyerekek úgy hívják, hogy párnás verseny, mert minden érmes a Naturtex, ugye a Naturtex kupa, és minden érmes kap egy párnát, úgyhogy szép számmal gyűjtögették, voltak akinek 10 párnája is összejött, ennyit azért tudok.
milyen eredménnyel zártatok ott? Hát mindenen javítottam én, és helyezett is lettem, szóval nekem jó eredményeim lettek, úgy gondolom. Tehát akkor érmeket szereztél azon a versenyen. Igen. Milyen érmeket szereztél? Egy aranyat, egy ezüstöt és egy bronzot. Te hanyadik lettél, és milyen számokban indultál? Én indultam 9 számban, és ugye nagyon jó helyezéseket értem el. Nem mindenből javítottam mondjuk, de azért még nagyon büszke vagyok az eredményeimre. Melyik eredményedre vagy eddig a legbüszkébb, amit elértél itt a versenyek alatt? Hú, én 50 gyorsan van elég jó időm a ranglistán, de a többi időmre is büszke vagyok. Tehát akkor inkább a gyors a te számod. 50 gyors, 100 gyors, 200 gyors gondolom mindegyikbe. És akkor ugyebár itt vagyunk egy úszótáborban, hanyadik alkalommal veszel vagy vesztek részt ezen az úszótáboron? Hát én nem tudom, mert már ugye elég sok úszótáboron vettem már részt. Mondjuk ide még ehhez az edzőmhöz nemrég kerültem ide, de attól én nagyon sokat fejlődök, és én a 100 pillén nagyon jó helyen vagyok a ranglistán, és ugye nagyon büszke vagyok arra az eredményemre. És akkor mit vártok magatoktól az OB-n? Nem tudom, hogy mind a ketten részt vettek az OB-n. Mit vártok magatoktól, és milyen számokban indultok majd? Hát én azt várom magamtól, hogy én nagyon erőteljesen úszok, nagyon jó helyezéseket érjek el, és és ugye úszni fogok ugye a főszámaimban, vagyis ugye a 100 pillén biztos, ami ugye a főszámom, és ugye remélem, hogy ott nagyon jó helyezést érjek el. És te, melyik számban fogsz a legesélyesebben indulni? Hát nyilván a gyorsokon fogok, de még a pillé is az én számom, szóval azon is próbálok úszni minél erősebben, amennyire tudok. Miért pont ez a sportág fogott meg titeket? Én nem tudom, mert engem csak apáik írattak be, hogy ússzak, de nagyon tetszik. Hát nekem is tetszik, de én akartam járni úszni. És ha jól tudom, akkor van családi kötelék is, ugyebár most az EB-n bronzérmet szerzett, vagy ezüstérmet szerzett az unokanővéred. Igen. Mit kell róla tudni? Esetleg ő is vonzott téged az úszáshoz? Igen. És milyen itt a táborban lenni? Milyen itt a többiekkel együtt úszni itt a szabadban? Jó. Néha nehéz, de tetszik. Mit tud nyújtani egy ilyen tábor a gyerekeknek? Ugye nyilván együtt vannak, kint vannak a szabadban, sportolnak. Hát nagyon jó közösségkovácsoló, mert nem csak az edzések vannak, hanem edzés után közösen elmennek akár a büfébe is, de legtöbbször azt veszem észre, hogy ebben a jó időben átmennek a másik medencébe, ott együtt játszanak. Ha rosszabb idő van, akkor beülnek a meleg vízbe, tehát, és jókat beszélgetnek, és együtt vannak, és nem a különböző eszközökön játszanak, vagy a telefonjukat nyomkodják, hanem beszélgetnek, társasági életet élnek. És hát azon kívül, hogy vannak ilyen fakultatív programok, azért vannak szervezett programjaink is, tehát az edzőtáborosoknak torna van, mind egy héten háromszor, kétszer pedig jogázni járunk. Az úszótáborosoknak pedig kézműveskedés, meg egyéb ilyen szabadidős tevékenységek vannak, amivel szintén azt tudatosítjuk benne, hogy mennyire fontosak a társas kapcsolatok. Itt a mellettünk lévő medencében vannak az úszótáborosok a legkisebbek. Velük ki vagy kik foglalkoznak, és mit próbálnak megtanítani nekik? Hát velük Arató Aliz és Bakonyné Sipos Ivett foglalkozik elsősorban. Hát ők a helyes technikát próbálják megtanítani a gyerekeknek, illetve még úszás oktatás is folyik. De nagyon figyelünk arra, hogy a gyerekeknél akkor fejeződik be az úszás oktatás. Ez ugyan egy kicsit tovább tart, de az igazi úszástudás az, amikor tud egyedül 25 métert, vagy akár 50-et, vagy még többet is, de minimum 25 métert önállóan le tud úszni mindenféle segédeszköz nélkül. Tehát nagyon fontos, hogy idáig eljutassunk minden gyereket, hogy a szülő biztonságban tudja
hogyha lemennek egy uszodába, vagy elmennek tengerpartra, vagy a Balatonra, bárhova, hogy a fél szemet nyilván, hogy rajta van, de azért nyugodtabb a szülő is, hogyha tudja, hogy a gyereke tényleg jól tud úszni. Nagyok mellett foglalkoznak még itt a kis versenyzőkkel is, ki az edző itt, vagy kik az edzők ott? Igen, hát nagyon fontos munkát végez nálunk Szenci Nóra, aki a kezdő versenyzőknek az edzője, és hát még aki segítő Paulovics Tamás, és a Rébeli Szabó Tamás, ő meg a beugró, ő oda ahhoz a csoporthoz tesszük, ahol éppen nagyon sok gyerek van, tehát ő nagyon fontos munkát végez, segíti a legkisebbeknek, az előkészítő csoportnak a technikai képzését elsősorban, és hát az úszásoktatásban is részt vesz. És hát már említettem ugye Bakanyné Sipos Ivettet, aki nagyon fontos láncszeme az úszóklubnak, mert ő nála hozzákerülnek először a gyerekek, tehát ott tanulnak meg úszni, és úgy kerülnek fel az előkészítő csoportba, a Rató Aliszhoz, és utána, akiben látjuk a fantáziát, azok pedig is szeretnénk, hogy versenyezzenek, őket megkeressük, és ők pedig így kerülnek Szenci Nórához, aki tényleg nagyon fontos munkát végez, hiszen a technikai alapokat ő adja meg a gyerekeknek. Mikor, hogyan és hol lehet elérni ezt a tábort? Hirdetjük plakáton, Facebookon fent vagyunk, az úszóklub oldalán meg van hirdetve a tábor. Azért tudom ajánlani mindenkinek, mert az úszásoktatásunk is minőségi, tehát nagyon figyelünk arra, hogy olyan szakemberek tanítsák a gyerekeket úszni, akik tényleg jól meg tudják tanítani az alaptechnikát minden gyereknek, és majd utána, ha kedvük van, akkor pedig várjuk őket az úszóklubba. A dr. Papp László városi sportcsarnokban rendezte meg a Kis Bálint Kötélugró Sportegyesület a Kötélugró országos csapatbajnokságot. Az ország legtávolabbi részéből érkezett több mint 200 versenyző 12 egyesületet képviselt. Az egésznapos rendezvényen délelőtt a fiatalabb korosztályok mutatták meg a tudásukat, míg délután az ifjúsági és a felnőtt korosztály versenyzett. A szentesiek természetesen most is igen szép eredményeket értek el. De nagyon örülök annak, hogy láthatjuk újra egymás arcait. Ilyen népes tábor, közel 200 sportoló újra meglátogatta a Szentesi Városi Sportcsarnokot, és egy nagyszerű rendezvénynek lehetünk tanulni. Én kívánom azt, hogy eredményekben gazdag, de mindenképpen sérülésmentes, és egy nagyon jó szórakoztató nap legyen ez a mai. Újra egy sport élmény, egy sport kikapcsolódás, egy nagy sport rendezvény kapcsolódik a Szentesi sportcsarnokunkhoz. Közel 200 versenyzővel a kötélugrók mutatják meg azt a művészi sportolást, amit már ők űznek. Ugye tavaly a diákolimpiát rendezte volna meg az egyesület, és itt lett volna Szentesen a sportcsarnokban. Sajnos ez a pandémia véget nem következett be, de ezt az országos csapatbajnokságot viszont megkapta Szentes a rendezés jogát, úgyhogy 14 település méri most itt össze az erejét. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a sportcsarnokunk ennek az országos rendezvénynek is helyet tud adni. Nem először bizonyítja Szentes, hogy képes ilyen nagy rendezvényeknek a megszervezésére. Ön hogyan látja, fölfelé ívelőben van a szentesi sport? Különösen ezek a minőségi sport? Én úgy gondolom, hogy igen, és erről kifejezetten az egyesületek tehetnek elsősorban, mert hogy annyira törekednek arra, hogy az edzéseikkel és a versenyeikkel kellő helyet foglaljanak el az országos, vagy akár nemzetközi bajnokságokban, és így azért húzza fel a város és a város lehetőségeit is. Éppen ugye itt a következő kérdés, mert szeretnénk építeni egy másik csarnokot, egy fedett edzőcsarnokot a sportszálló mellé, pontosan azért, hogy télen is minél több lehetősége legyen kihasználni az amatőr, illetve a profi sportolóknak a beltér adta lehetőségeket. Nagyon sok olyan teremsport van, aki szinte rá van kényszerülve erre a sportcsarnoknak, aminek a befogadó képessége ugye véges. Nagyon örülnek ennek a tervnek. Ugye építettek a táncosok, a birkózók is egyet, ez esetleg egy tendencia lesz? Nagyon remélem, hogy igen. Mindig szoktam mondani, ha valaki más is épít helyettünk, azzal csak a város fog gazdagodni, és örülök is ennek. Nagyon szép elmozdulás lett a birkózók és a táncosok részéről a Tóth József utcán létrehozott új komplexum. Ugye most volt a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel egy közös sajtótájékoztató, a judó szakák vezető megtekintette a helyszínt, és nagyon-nagyon meg volt elégedve, természetesen egy vadonatúj és jól megtervezett, jól kivitelezett helyszínről beszélünk. Igen, mi pedig lépünk tovább, tehát a Top Plus programba szeretnénk mindenképpen azt elérni, hogy egy újabb fedett csarnok épülhessen Szentesen. Yes.
hogyan értékeli a kötélugró országos bajnokságot? Fantasztikus rendezvény, óriási hangulat van, és a szentesiek nagyon jók, öröm nézni a kicsi lányoktól a nagy felnőtt férfiakig, mindenki maximálisan oda teszi magát. Nagyon szurkolok nekik. Ugye ez a kötélugrás nem annyira népszerű még az országban, mint amilyen jó eredményeink vannak nemzetközi téren. Mi szól a szentesiek helyezéseihez, hiszen nemzetközi versenyekről jönnek haza aranyérmekkel? Bizony, és ezt úgy magyarázta az egyik sportvezető, hogy a magyar különítmény egy olyan 25 fős körül volt, 250 fős a belga és a többi országok 100-150 fővel reprezentálták, és volt olyan versenyszám, amiben a korosztályt, a nemet, a páros vagy egyéni számokat, ezt mind külön bontják, tekintve a dobogó legfelső három fokán így is magyar állt, tehát mutatja a minőséget, mutatja a precizitást, az edzőknek a fantasztikus munkáját borzasztó kreativitással rakják össze, és hát az egyéni képességeket figyelembe kell venni. Ki tud valami extrát, valami különlegeset megmutatni, és ahhoz építik össze. Csoda! Elég nehéz időszakon vagyunk túl, mert ugye a koronavírus azért elég sok mindenbe korlátozott minket. Eleinte nem voltak edzéseink, aztán voltak edzéseink, aztán a verseny maradt el, úgyhogy hát így készültünk is, meg nem is, és talán az volt a legnehezebb, hogy a gyerekeknek a motivációját fenntartsuk, de sikerült, úgyhogy most itt vagyunk egy 20 fős csapattal végre, és 4 év után újra itt Szentesen rendezhettünk versenyt. Mint mindenes, meg főszervező, azért a számokkal tisztában vagy. Hány csapat honnan, merről érkeztek? 14 csapat jött, és gyakorlatilag az ország minden területéről. Tehát Szombathely, ők vannak a legmesszebb, Szombathely, Nagykanizsa, Szolnok, Eger, Budapest, mindenhonnan van versenyző. Szalánta is, igen. Hány versenyző van? Körülbelül egy olyan 200 versenyzővel számoltunk, persze ebből van egy kis lemorzsolódás is, mert ugye sokan betegség miatt lemondták, de vagyunk egy 200-an nagyjából. És hányfajta versenyszám van? Milyen számok vannak? 10 versenyszámunk van, vannak egy köteles és két köteles versenyszámok, van páros, gyakorlat és gyorsasági, formáció, gyakorlat és gyorsasági, két köteles, hármas két kötél, négyes két kötél, ezen kívül van kínai, DD5, úgyhogy minden van. Hogyan szerepelnek a gyerekeid? Nagyon jól. Tehát én teljes mértékben meg vagyok elégedve mindenkivel, nagyon büszke vagyok rájuk. Olyan gyorsaságokat futottak, meg olyan gyakorlatokat csináltak, amit szerintem edzésen se, úgyhogy nagyon ügyesek. Hogy tetszik ez a mai verseny? Nekem nagyon tetszik a mai verseny, nagyon ügyes mindenki. Hatalmas munkát és edzést fektettek bele, szóval látszik tényleg a rengeteg készülődés. Ez a vírus se tudta meggátolni az ugróköteleseket, szóval teribe, gőzerővel készültek mindig. Szerencsére nekünk voltak előnyeink is, be ezek hátrányaink. A mai verseny igazából szerintem teljesen jó, korrekt a szervezés, a versenybírók is, és a versenyzők is egyre jobbak. Látszik a fejlődés rajta. Szentesi csapat hány tagból áll? Sokból. Most nem tudom jelenleg szám szerint. De nagyon sok számban indultatok. Egészen a piciktől, ugye? Igen, igen. Hál' Istennek már van utánpótlásunk. Ők is elindultak az első versenyükön úgy csapatként. Köztük 2 új. Nagyon jól teljesítettek, nagyon ügyesek voltak, és szerintem megállták a helyüket úgy, hogy 2-3 évvel idősebb versenyzők ellen versenyeztek legfiatalabbként a korcsoportban. Hogy kerültél a kötélugrók csapatába? Hát anyának a munkatársa így mondta, hogy nem szeretnénk jönni, és így eljöttünk kipróbálni, és azóta ugrálok. Csalódtál benne, vagy erre számítottál? Nem, nagyon szeretem ezt csinálni.
Vannak-e már eredményeid? Igen, az előző versenyen egyéniben második helyezést értem el gyorsaságiban, és összetett hatodik helyezést értem el. Ki vezeti ilyenkor a csapatot? Hát nem, nincs vezető, mi együtt vagyunk egy csapat. Tehát valakinek csak számolni kell? Hát meg szoktunk egyezni, általában én számolok. Mire számítotok a mai nap? Hát reméljük sok jó eredményt hozunk el a mai nap folyamán. Nekünk sokkal több energiába telik ezeket a gyakorlatokat összerakni és megcsinálni, de próbáljuk fölvenni a versenyt a fiatalabb korosztállyal. Mióta ugráltok? Nem szokás előre mondani magamat, de én több mint 20 éve, illetve a fiú csapattársam ő is, a két kisebbik meg 15 és 7 éve. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan sport, ami nem annyira ismert még Magyarországon, de azért világra szóló eredményeink vannak, és hát én szerintem büszkének kell rá lenni. Igen, én is így gondolom. A mi csapatunkban is vannak már többen, akik nemzetközi és világbajnokságon is aranyéremmel jöttek haza. Mi a célotok ezzel a sporttal? Szeretnénk az egészségünket megőrizni, illetve a gyerekek között az utánpótlást kinevelni. Pontozzuk a kreativitást a gyakorlatoknak, hogy mennyire egyedi elemeket csinálnak benne a versenyzők, milyen szép testtartással ugrálnak, mennyire használják a zenét, illetve a nehézséget is szoktuk pontozni, ugye, hogy milyen nehezek az elemek, amit elvégeznek, és az összességében is, hogy milyen a benyomásunk, milyen volt a megjelenése a versenyzőknek. Ugye a világban elég jól állunk, ugye jól szereplünk, nektek is gondolom több világbajnokotok van. Mennyire szeretik a fiatalok ezt a sportágat? Hát szerencsére a mi városunkban is elég elterjedt, és nagyon, tehát tényleg nagyon szeretik, akik úgy belekerülnek valahogyan az ugráló kötelezésbe, ők azért úgy elég szépen benne szoktak maradni. Te is belekerültél? Igen, én most már inkább bíráskodok, meg edzősködtem, de 19 évig versenyeztem is. És mire vagy a legbüszkébb? Én 15 évesen lettem világbajnok még Dél-Afrikában 2008-ban. Egyre több az akrobatikus elem, ugye ebben a sportágban is. Mi a fejlődés? Tovább halad ez? Én biztos vagyok benne, hogy lehet nagyon sokat fejlődni, mert folyamatosan azt látom, hogy már az egyre kisebbek és egyre ügyesebbek tényleg. Tehát nagyon úgy gondolom, hogy még messze vagyunk a határainktól. Hogyan kezdődött nálad ez az ugrókötelezés, hiszen azt hiszem, hogy ez egy olyan sportág, ami Magyarországon talán még nem annyira népszerű, mint lehetne, viszont nagyon sok szép eredményünk van. Én nagyon remélem egyébként, hogy lesz, és nem olyan sokára lesz népszerű egyébként ez a sportág. Én 5 évesen kezdtem ugrókötelezni, ennek már lassan több éve. Ennek több éve, az egyesületünk ugye most volt 30 éves, tehát annál egy kicsivel több. Most ez az ugrókötelezés a fiatalokat nem mindig vonza be, hiszen én úgy gondolom, hogy itt a kitartás, a szorgalom, a lemondás egy csomó dologról a mai fiatalokra nem annyira jellemző. Viszont rengeteg fiatalt láttunk itt a mai nap folyamán. Én nem gondolom egyébként, hogy nem vonzza őket. Én inkább azt gondolom, hogy itt a
annak a hiánya, a TV média hiánya az az, ami érezhető inkább rajtunk, illetve az, hogy még a, ugye, mondjuk a diákolimpián már ott vagyunk, és ugye haladunk előre, de az iskolákban még mindig nem a mindennapi testnevelésnek a része az ugrókötél. Magyarországon hány egyesület foglalkozik, körülbelül hány igazolt versenyző van? Hát az igazolt versenyző ilyen 300 körül van egyébként, most hogyha országos szinten gondolkozunk, akkor ilyen 600 a diákolimpiai mozgalommal együtt, és egyébként az egyesületek, akik hivatalos egyesületek, ők ilyen 15. Olyan variációk, hogy esküszöm, hogy tátom alatt az embernek a szája, egy kötél, két kötél, egy ember, két ember. Hogy vannak itt a szabályok, hogy mik határozzák meg azt, hogy most egy-egy versenyző milyen számban indulhat meg? Mindenki indulhat alapvetően bármilyen számba egyébként, tehát ezt mindenki önnön maga dönti el. Ma már nem a régi idők vannak, amikor csak összetettben lehetett indulni, de valóban ez a legnehezebb verseny az egész ugrókötelezésben. Tehát itt az összetett verseny az ugye 8 versenyszám. Tehát az azt jelenti, hogy egy csapatnak pár órán belül 8 versenyszámot kell majdnem, hogy tökéletesen bemutatnia, és ez nehéz. Nyerte egy néhány érmet, ha jól látom, hányat? 11. Milyen ez a sportág? Nagyon jó szerintem. Ezt a sportágat te hova sorolod? A nagyon nehéz sportágak közé, vagy inkább a szórakoztató sportágak közé? Hát nehéz szerintem, nagyon, mert sokat kell tanulni azért. A gyakorlatokat már te is kitalálod, vagy úgy mondják, hogy miket kell csinálni? Hát úgy mondják, hogy miket kell csinálni, mert azért még kicsik vagyunk, hogy kitaláljuk mi. De azért vannak már elképzeléseid, hogy miket lehetne megcsinálni? Még nincs. Még nincs. És melyik a legnehezebb variáció? Hát szerintem a formáció, mert ott együtt kell működni, és figyelni kell egymásra is. Több szempont alapjából is nehéz. És a gyorsasági? Hát az nem annyira nehéz, mert ott csak futni kell, meg hajtani. Igen, de az nagyon gyorsan. Hát igen. És miben nyertél, milyen számokban? Gyorsasági, DD gyorsasági formáció, gyorsasági páros, DD4 gyakorlat, szabadon választó gyakorlat, meg DD3 gyakorlat. Ugye a mai verseny ugye egy országos bajnokság volt, és ennek a szervezésében azért elég sok részt vállaltál. Hogyan kerültél ehhez a sportághoz, hiszen korábban azért a birkózásban voltál jobban inkább otthon? Igen, de közben lett egy lányom, akit elcsábított ez a sportág, és én jöttem vele teljes mellszélességbe, és hogyha lehet, akkor bármit megteszünk a gyermekünkért, és nagyon büszke vagyok, hogy itt lehet, itt állhatok most mellette. Milyen feladataid voltak neked, miben kellett segíteni? Igazából ez egy csapatmunka, ugyanúgy, mint ahogy az ugrálókötélben, és ez most egy csapatbajnokság volt, itt is egy team kellett hozzá. Tehát az összes szülő ott van válvetve, mindig kellenek, akik irányítanak, mindig kellenek, akik csinálják. Nagyon jó közösségünk van, nagyon jól megszerveztük, nagyon gördülékenyen lezajlott ez az egész verseny. Tehát szemtelen dicséretet kaptunk most itt a végén, hogy gyorsan végeztünk, megvolt minden, pontosak voltak a dolgok, de én úgy érzem, hogy ez annak a köszönet, tehát a köszönet nem csak nekem szól, nem csak nekünk vezetőknek szól, hanem mindenkinek, a gyerekeknek és az összes szülőnek, aki ebbe segített így lebonyolítani. Igen, hát az nekem is föltűnt, hogy a székek pakolása, a büfé, egyáltalán a koordináció, ez mind a ti feladatok volt, és gondolom a szülők segítettek. Ó, hát ezentúl még voltak különböző pályakijelölések, amihez precizitás kellett, szülők kellettek. Voltak olyan dolgok, amik nem látszik a háttérben, és nem is veszük észre, és anélkül pedig nem működik. Neked meg lehúzza a nyakad ez a néhány érem. Hányat nyertél ma? 10. 10? Mind a 10 számban elindultál, mind aranya lett? Hát igazából 7 versenyszám volt, vagyis 8 lett volna, de Panna rosszul lett a páros közben, úgyhogy csak 7. Igen, viszont a maradék 3 az pedig az összetett. Te hogyan kerültél a ugrálókötelezéshez?
Hát igazából Nagy Iván Jászmin Csenge a barátnőm, ő is most ugrókötelezik, ő mutatta meg nekem az iskola udvaron, hogy van ez a sport, és akkor úgy elkezdtem, nekem is nagyon megtetszett. Mennyire nehéz szerinted ez a sportág? Össze tudnád hasonlítani a birkózás fogásaival? Nem is akarom összehasonlítani ezt, ez egy teljesen különálló dolog, több mindenből. Tehát nekem akár a kötél átugrása is nehézséget okozna, ők közben még ugranak szaltót, akár brékelnek egy kicsit, táncolnak egy csöpet, tehát belevisznek mindent, apait, anyait. Le a kalappal. Azt tűnt fel, hogy amikor négyen is vagytok, ugye két kötéllel, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni, és figyelni a másikat, újra kezdeni, nem föladni, elakad az ember lábába. Ilyenkor hogy tudjátok folytatni, hogy nem estek ki az ütemből? Hát igazából már így össze vagyunk szokva csapatilag, és mindenki segít mindenkit, szóval így tényleg nagyon összehangoltak vagyunk. Gyönyörű környezetben, a város talán legszebb és legegészségesebb környezetében, a szentesi Széchenyi ligetben beszélgettünk Vakhal György, nyugdíjas katonatiszttel, aki tagja a szentesi Honvéd Rákóczi Sportegyesületnek, ahol a triatlonnal és a hosszú távfutással versenyeznek csapatban, de egyéniben már több alkalommal is teljesítette a vasember távot is. A triatlon versenyek között lefutott több maratont is, majd elindult a vasember próbákon is, ahol korosztályában igen jó helyezéseket ért el. Have you looked me in the eye and truly seen what was there? Not who you are, but who am I? How many times have you judged me in your mind, called me names, clipped my wings so I wouldn't fly? People... A sport az iskolák alatt is nekem egy nagyon fontos ágazat volt. Én annak idején kajakoztam még a Balogh Bélánál, tehát a Spartakuszban, vagy nem is tudom, hogy hívták akkor, Spartakusz, azt hiszem. Spartakuszban kajakoztam, de amellett futottam, az iskolai sportversenyeken általában részt vettem, középiskolában ugyanúgy, aztán főiskolán én folytattam, mert ott meg honvédség, mivel hivatásos katona vagyok, az alkamáti katonai főiskolára jártam, és ott is a sport egy elég fontos feladat volt. Aztán, hogy kikerültem csapathoz, én akkor úgy döntöttem, hogy én a sportot azt nem akarom abba hagyni, mert úgy éreztem, hogy nekem a szervezetem így működik jó. Most a nyugdíjas napok azok elég jó telnek, mert amióta nyugdíjas vagyok, azóta nincs időm semmire. Tehát azzal kezdjük, hogy ott akárhogy osztom be, mindig van valami mindig sérül, de azért arra figyelek, hogy a mozgásra mindig maradjon idő. Vagy a reggeli órákban, vagy a délutáni este órákban. És ezt terv szerint, tehát meg szoktam tervezni, mindig attól függ, hogy mire készülök. Most az a helyzet, hogy ha nem tűzök ki célokat, akkor nem jó, mert akkor ellazsálja az ember, úgy van vele, hogy jó, hát nem olyan fontos, nem készülök, de ha konkrétan kitűzök célokat, akkor annak megfelelően fölépítem az edzéstervet, és akkor mindig, ha ránézek az edzésnapról, na már megint nem csináltam meg, tehát akkor bűntudatom van. Főleg az egészség a lényeg. Tehát, hogyha én úgy érzem egy verseny előtt, hogy valahol meghúzódtam, nem vagyok 100%-osan toppon, nem vagyok versenykészültségben, akkor inkább nem megyek el most már a versenyre. Pont azért csinálom a triatlon, mert nekünk ez a fő szakágunk, nekem is főleg ez a fő szakágam. A triatlon, mert ez három sport, ugye az úszás, a kerékpár, meg a futás. Na most én mind a hármat szeretem csinálni, nem akarok prioritás nagyon egyiknek sem, mert végül is nekem a leglényegesebb versenyszám mindig az Ironman. Az Ironman az nem egy egyszerű táv, az nem úgy van, hogy
hogy jó van, edzek egy órát, hanem hát ez igen kemény, mert úszás, csak az úszás 3800. Utána jön a 180 km kerékpár, és utána szépen lerakjuk a biciklit, az futócipő, és akkor egy maraton a vége. Érdemes tudatosan készülni. Ha valaki egészséges, úgy érzi, hogy nagyon egészséges, meg tudja csinálni egyébként nagyon sok készülés nélkül is, de abból nagyon nagy szenvedés lesz. Minél hosszabb egy táv, annál jobban be kell azt kapcsolni, hogy folyamatosan hozzászoktatni a szervezetet ahhoz, hogy azért utánpótlás menjen, de ne annyi, hogy az elvegye az energiát a teljesítménytől. A hosszú évek folyamán rájövök egyre jobban arra, hogy a hagyományos étkezés nagyon jó. Nagyon jó, de úgy, hogy betartva elveket. Tehát én azt mondom, hogy úgy kell beállítani az étkezést, hogy egészséges lehet. Tehát 40% a fehérje, 30% a zsír és 30% a szénhidrát. És ezt meg kell próbálni étkezésenként is betartani. Tehát nem úgy, hogy reggel megeszek egy oda a szalonnát, délben megeszek két kiflit, este meg mit tudom én, iszek egy kakaót vagy valamit. Tehát úgy nem lehet, hanem ezt kell megpróbálni vegyesen, és arra jöttem rá, hogy nagyon sok rostot kell bevinni, és ez általában zöldségekből. Tehát zöldségekből. Nyers. És az a jó, minél több nyerset visz be az ember, mert ugye az az élő anyag, amit bevisz a szervezetbe, az nem holt anyag, és abból a szervezet egyből tud kapacitálni. Hoztál néhány díjat is magaddal, mire vagy a legbüszkébb? Most a tavalyi, illetve van egy olyan, hogy például tavaly előtt kihagytam egy éves sérülés miatt, de a tavaly előtti eredményemen tavaly már ott van, hogy majdnem 40 percet javítottam. Tehát most ezt azt mondom, hogy talán szerencsés is vagyok abban, hogy a sok Ironman azért megadja azt a fajta fölkészültséget, illetve tudatállapotot, hogy tudom, hogy mik jönnek, meg hogy jönnek. A fiam is nagy Ironman-es volt, sőt, egy dupla, meg triple Ironman-t is csinált már, és elég jó eredménnyel. Most, hogy kikerült Amerikába, most egyenlőre triatlon, nem sok lehetősége van, de hosszú távfutásokat se, 50-100 mérföldes futásokat csinálja. Hogyan lesz valakiből hosszú távfutó? Hát ez mentalitás kérdése is. Tehát alapvetően az ember mentalitásából is fakad, hogy elég türelmes-e ahhoz, hogy megérjen dolgokat, hogy belefektet dolgokat, hogy elhiszi azt, hogy amit belefektetek, az meg fog térülni. Tehát ezek olyan dolgok, amit nem mindenki, tehát lelkileg nem bírja elviselni. Szorgalom, kitartás, hát én emlékszem, amikor a fiam első futásait itt csináltunk, mert triatlonra készültünk, én nagyon nem szeretett futni. Hát mindig itt, hogy hazamentünk a feleségemnek, mindig, apa meg akar ölni, állandóan futtat, érted? Tehát ilyenek, és most meg szinte csak fut. Mert most arra van lehetőség, és nem bánta meg egyáltalán, de azt mondta, hogy akkor nagyon kegyetlennek tűnt. Milyen terveid vannak az idén versenyek, hogyan alakulnak, hiszen most már azért csak könnyebb a helyzet? Hát már volt egy sprint duatlon, de akkor éppen amit mondtam, hogy volt egy olyan húzódásom, hogy nem mentem el, Gabi bácsi ott volt. Most lesz egy sprint lábú, de ez már triatlon lesz, Baján majd 26-án. Hát remélem el tudunk menni, egyenlőre én jó állok fölkészülésben, bármire képes vagyok, gyorsítok is, de most nagyon figyelek oda, hogy nehogy túlszaladjam. És ebből kifolyólag, hogy a múltkor megsérültem, rájöttem egy olyan technikára, hogy például a futásnál most a gázos úton fölmegyek a gátra, és akkor ott jobbra el lehet menni másfél kilométert úgy, hogy ott füves végig, és lehet mezitláb futni. Igen, és akkor ugye... És ez a mezitlábas futás úgy érzem, hogy annyira rendbe tartja a lábat, tehát... Egy talpmasszírozás. Egy az, hogy talpmasszírozás, ott nem tudsz csalni, ott beáll a gerinced úgy, hogy az éppen úgy legyen, ahogy a talajt érinted, és az jól legyen neki, és ezzel a gerincet is nyújtja, meg az egész lábat rendbe teszi. Kinek ajánlod ezt a sportágat? Hát ezt mindenkinek ajánlom. Aki szeretné az egészségét megőrizni, megmondom őszintén, azért ajánlom a triatlont, mert abban van úszás, kerékpár, futás. Az úszás az nagyon jó kardiós edzés, a kerékpár szintén, mert ott az ízületeket, csontokat nem terheli semmi,
És hogyha jó a szervezet, egészséges, akkor a futás meg azért, mert az meg a kitartást. Az igazából abból lenne. Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk végére értünk. Ha tetszett a mai adásunk, akkor ne feledjék, hogy online módon vissza tudják nézni, valamint fent vagyunk a Facebookon is, keressenek ránk ott is. Legközelebb új adással, szerdán jelentkezünk 17 órakor. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindenkinek kellemes napot és szép estét kívánok, viszontlátásra!